Vámos Tibor villamosmérnök, akadémikus, a Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte diplomáját 1949-ben. 1950-ben már az Inotai Erőmű villamos szerelési munkáinál, majd 1952-től a Dunai Vasmű építésénél dolgozott vezetői beosztásokban. Az akadémiai doktori disszertációját 1964-ben védte meg. Még ugyanebben az évben Benedikt Ottóval és Csáki Frigyessel megalapította az MTA Automatizálási Kutatóintézetet, később az MTA Számítástechnikai Kutatóközpontjával egyesítve, 1974-ben munkatársaival létrehozta a STAKIT. Ennek 1985-ig igazgatója, majd az intézeti tanácselnöke volt. 1992-93-ban az American George Mason University vendége, 1993 és 94-ben pedig tiszteletbeli kutatóprofesszora. Aktív tudományos és társadalmi tevékenységét jelzi a több mint 270 publikáció és számos tudományos és szakmai szervezetben betöltött elnöki és tiszteletbeli pozíció. Így például 1981 és 84 között a Nemzetközi Automatizálási Szövetség az IFAK elnöke volt, az Amerikai Mérnök Egyesület tiszteletbeli tagja, fellow, a Neumann János Számítógép Tudományi Társaság tiszteletbeli elnöke, ugyanakkor a megfelelő Ausztriai Számítástechnikai Szervezet és a Magyar Ókor Tudományi Társaság tiszteletbeli tagja is. A magyarországi számítástechnika vezető személyiségeként a mesterséges intelligencia kutatás úttörőjeként tartják számon. Az MTA rendes tagja, munkásságáért számos hazai és nemzetközi elismerésben részesült. Többek között Széchenyi és állami díjban. Én mindig, még középiskolás koromban is elméleti érdeklődésű ember voltam. Amikor az egyetemet elvégeztem, akkor elhatároztam, hogy legyen egy olyan időszaka az életemnek, amikor valós gyakorlatot szerzek. Így szerződtem el az erőművek beruházásához, és kerültem szoros kapcsolatba az erőművek technikai, technológiai problémáival. És ebből a szempontból is tanultam ezeket. Az erőmű tipikus nagyrendszer. Méghozzá egyesíti magában, és egy erőmű építés különösen, az építési, ezzel kapcsolatban statikai és dinamikai problémákat, a termodinamika összes gyakorlati és elméleti problémáját, és az erő elektromosság, mint végső eredménynek. Amellett beleillik egy erőmű egy olyan rendszerbe, amely közvetlenül kapcsolatban van a többi technológiákkal. Így Inota arra a specifikumra épült, hogy az ottani alumínium művet ellássa. A Dunai Vasmű erőműve a neve szerint is a vasmű áram és egyéb hőszolgáltatását, sőt a város hőszolgáltatását is el kellett, hogy lássa. Tehát az egész egy óriási rendszer. Óriási rendszer disziplináris hátterében is. És az erőmű része egy hatalmas energiarendszernek, amelyik hatalmas energiarendszer messze túlnyúlik a magyar határokon, európai együttműködésben, miközben nagyon szoros együttműködésben kell, hogy dolgozzon. Most az ilyen nagy rendszerek természetes módon vetik fel azt, hogy valamilyen módon irányítani kell ezeket, és az irányításnak az alapja pedig, elvi alapja pedig, elméleti alapja a rendszer modellje. Ezért is, mint egy történelmileg is, a nagy rendszerek irányításának problémái azok nagyon nagy mértékben az energiarendszerek felől indultak el, és az első művelői a nagyrendszer irányításoknak
akár Amerikában, akár más fejlettebb ipari országokban, a tudományos háttérrel, az erőművi villamosenergia termelő rendszerekhez és azok szakembereihez kapcsolódtak. Úgyhogy az út elég természetes volt, és még inkább természetes ahhoz, hogy ahogy fejlődtek a számítástechnikának az eszközei, úgy kerültek majdnem úttörő módon alkalmazásra a számítógépek ezeknek a rendszereknek a modellezésében és irányításában. Az első időszakban nem csak nálunk, analóg számítógépekkel igyekeztek leképezni ezeket a rendszereket, ami megint egy természetes fizikai analógia, hiszen az analóg számítógép valójában egy elektromos hálózat. Ezért ilyen jellegű berendezések épültek a világban, és nálunk is, részben a teherelosztóban, amelyik a magyarországi energiarendszer irányítását végezte, részben pedig abban a kutatóintézetben, ahol én az aspirantúrámat is végeztem, és azután az első automatizálási osztályt is megszerveztem, a Villamosenergetikai Kutatóintézetben. Ahogy a digitális számítógépek kezdtek terjedni, megbízhatóságuk és számítóképességük növekedett, úgy tértek át mindenütt ugyanezek a szakemberek a digitális számítástechnikának az alkalmazására. És ez a teljesen természetes folyamat vezette tulajdonképpen az én pályámat és érdeklődésemet. A Stankinak a mai legfontosabb elődje és mintegy gondolati bázisa az a 64-ben alapított automatizálási kutatóintézet volt. 71-ben kezdődött meg azután az akadémia igen hányatott sorsú és sorú számítástechnikai központjával való egyesülés. Én mai napig állítom, hogy ez az egyesülés, ez, tehát a matematikus háttérnek és a mérnöki háttérnek az egyesülése, az nagyot lódított az egész intézet és a hazai haladás szempontjából. Most ami lényeges mégis, jellegzetes, hogy a 64-es alapítást, amiről beszéltem, azt nem az akadémia határozta el tulajdonképpen, hanem az akkori Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság, Kisárpád és Sebessén János, és 3 évig ők finanszírozták az intézetet. Úgyhogy egész más volt a helyzete az intézetnek, mint bármilyen akadémiai vagy egyéb intézetnek Magyarországon. Mi egy nyugatra nyitott ablakú intézmény voltunk, kellő deviza ellátottsággal, részben ahhoz, hogy műszereket, alkatrészeket tudjunk vásárolni, részben azért, hogy ki tudjuk küldeni fiataljainkat komoly helyekre, és akkor már nagyon jó szakmai tapasztalataink voltak a világban ahhoz, hogy a legjobbakhoz tudtuk kiküldeni. Egy egypárti rendszerben a több párt születik a párton belül. És itt volt azért egy igen haladó társaság, ahol az egésznek a feje tulajdonképpen Fok Jenő volt, miniszterelnök, aki korábban, hát mint régi munkásmozgalmi ember, őt nem tartóztatták le és nem gyilkolták meg, ahogy általában tették, hanem kiküldték őt Németországba, egy kisebb, Nyugat-Németországba.
egy ottani pozícióba. És ő látta azt a fejlődést, ami ott szemben a keleti világgal végbe ment. Ez az 50-es évek, az háború utáni nagy konjunktúra időszak volt. Tehát a Fok Jenő volt azért legmagasabb helyen az első osztályú támogató. Persze Sebestyénnek a látása azért, mint mérnöknek és nagyon okos embernek még tovább lépett. És voltak még mások is a politikában, akik úgy gondolták, hogy egy ilyen valamire szükség van. És ez nagyban támogatta az intézetnek a létét és az intézetnek a gondolkodásmódját. Ez egy szabad intézet volt, ahol alapítástól kezdve az ekonomiszt kint volt a könyvtári asztalon, tehát mindenki elolvashatta, ahol kötelező volt az angol nyelvtudás. És egy sor más olyan, hát például a 60-i Józsefet, akit korábban internáltak, azt az akadémia megkerülésével tudtam idevenni. De nem csak őt. És a 60-i többek között arról a nevezetes, hogy már akkor ő is, meg Uzsoki az elektronikában nem csak megálmodta, hanem meg is tervezte azt az integrált rendszert, amiben a tervezés, a gyártás és az üzemeltetés, mint egységes szisztéma, nagy rendszer működik. Most ezért kellett például a gyártáshoz és a tervezéshez az első európai nagy grafikus displayt megcsinálni, tehát a tervező eszközt. Meg az se volt készen. Ugyanígy volt eléggé úttörő szerep a számítógépes elektronikus tervezésben. Ez elsősorban Uzsoki Miklós nevéhez fűződik. Úgyhogy azok az alapok, amikkel elindultunk, azok megint mint egy természetes módon maguk fejlődésében jöttek el odáig, ahogy kialakult a mai tematika. A hálózati rendszereknek a kialakulása az végigkísérte a magyarországi és természetesen elsősorban a nemzetközi számítástechnikát. Ez az intézet volt az úttörője Magyarországon a hálózati munkáknak. Mi valósítottuk meg először a akadémiai hálózatot, és azt a hálózatot, ami azután átfogta a angol szász értelembe vett akadémiai szférát, tehát az egyetemeket is. Nekünk akkor meg kellett csinálni az egész rendszernek mind a szoftverjét, mind pedig a hardware eszközeit, mert ezek szigorúan embargós tételek voltak. Azok az időszakok, amikor én intézetet építettem, és hát az építéshez hozzátartozik a vezetésben a folyamatossága, a stílus kialakításának folyamatossága. Akkor én, hát lehetne mondani azt, hogy sokat vesztettem a saját munkám szempontjából. Ezek voltak a legértékesebb éveim. Nem kár érte. Könnyen lehet, hogy nem tudtam volna olyat produkálni. De mindenképpen nagyon hamar rájött. Én 59 éves voltam, amikor azt mondtam, hogy elég. És lemondtam az igazgatásról. Senki nem akarta, hogy abba hagyjam. Én ott hagytam abba. A kutatóknak, kicsiknek és nagyobbaknak egyaránt jellegzetes életpályája az, hogy
Miután eltöltöttek egy időt a konkrét munkában, elkezdenek filozofálni, gondolkodni azon, hogy mi mire jó, milyen összefüggésekben működik. És ebben természetesen a mai társadalom döntő szerepet játszik a mai társadalomnak az alapproblémái. Úgyhogy ezekkel a világban mindenütt foglalkoznak azok a szakemberek, akik egy bizonyos idő után, ahogy eljutottunk az egyszerű szabályozási eszközökön keresztül a nagy rendszereket irányító óriás rendszerekig, több ezer processzoros csippeknek a felhasználásával. Ugyanúgy az emberi problémák, mint legbonyolultabb rendszer problémák, gazdaság, társadalom, ezek természetes következményei ennek a logikus útnak.